Arra gondoltunk, hogy az Értkörbe Egyesült több túrát szerveztünk már itt a kis erdőn keresztül, egy nagyon hangulatos útvonalnak találjuk, és ezért gondoltuk azt, hogy erre elhoznánk másokat is, de sajnos avval szembesültünk, itt amikor családdal is erre jártunk, hogy mintha újra termelődnének a szemétkupacok, és hát ezt mi nem szerettük volna tétlenül nézni. Eddig ugye ez nem volt lezárva ez a terület, tehát autóval is ide nyugodtan be lehetett jönni, és azt gondolták, bizonyos személyek, nem tudom, hogy hogyan juthattak-e odáig, hogy akkor, ha itt az erdő, akkor ide leteszik a szemét és sítkupacot. Ezek után remélhetőleg ez meg fog szűnni, és akkor tényleg csak azt tudjuk élvezni, hogy ahogy csiripelnek itt a madarak, mert élvezik a környezetet ők is, és ezáltal mi is. Hogy egy teljes konténer már teljesen megtelt, és az autógumiból is még nem jutottunk a végére, de több mint 100 autógumit találtunk. Rengeteg síthalom van, tehát egy körülbelül 10 síthalom van még, ami az erdőben van, és arra vár, hogy egy nagy munkagéppel azokat onnan kiemeljük. De ha megnézzük azt, hogy az 50 ember lényegében folyamatosan hozta ki a szelektíven próbáltuk gyűjteni, tehát a műanyag zsákok, amik ide kerültek, azok totálisan elfogytak, tele lettek itt a konténer mellett, várakoznak arra, hogy a megfelelő helyre kerüljenek. Sittes zsákokat, ilyen vegyes hulladékokat gyűjtöttünk, azok is lényegében az összes zsák elfogyott. Ezek ilyen 50-100 nagyságrendű zsákok, és igazából még bőven van mit tenni és kitermelni. Tehát hozzáteszem, most körülbelül a felénél járunk. Nyilván nagy részét azt megtaláltuk, de azt gondolom, így a polgármester úrral is, ahogy így átláttuk azt, hogy milyen mennyiségű szemétről beszélünk, lesz ennek még folytatása ennek a mostani akciónak. Ez nem lesz meg, ez a kiserdő egy nap alatt, az most már látszódik, vissza kell majd jönni, és a nagy mennyiségű ipari hulladék, tehát a sít, az építési törmelék elszállítását pedig az ETH, tehát a szemétszállító cégünk, a hulladékszállító cégünk munkatársai fogják elvégezni. Ezen a területen keresztül különben ki lehet jutni egészen a Dunapartig, a minarethez, és egy nagyon hangulatos patakmenti útvonalon. Ezt bejárva egy több mint 2 kilométeres útszakaszról beszélünk, tehát ezt akár sétálva, babakocsival, illetve egy futó nyomvonal is létrejöhet, de ugyanúgy, mint kerékpáros egyesület, azt mondom, hogy kerékpárral is ugyanúgy járható. Az a tervünk így az önkormányzattal, igen, hogy ebből valóban egy ilyen séta nyomvonal turista útvonalat hozunk létre. Ez körülbelül olyan 2,5-3 kilométer, és erre szeretnénk egy olyan projektet, egy olyan fejlesztést, hogy lehessen bringázni is, lehessen gyalogolni is, akár futni is, és legyen pár megálló, ilyen pados kiülős, asztalos megálló is az érdiek nagy örömére. Végül is ez arra is jó, hogy a gátat, az ófalusi gátat kicsit össze tudjuk kötni a papi földekkel, tehát egy eléggé értelmes, jó fejlesztés lehet belőle.